véleménye. A közgyógyellátási lista szűkítése is egyértelműnek tűnik a különböző dokumentumok alapján. Itt a szociálisan leginkább rászorulókról van szó, akik úgy néz ki, hogy a legolcsóbb gyógyszereket fogják kapni. Remélem, hogy a legolcsóbb kategória időnként nem a legolcsóbbat jelenti. Ugyanakkor az emelt, kiemelt indikációjú, általában igen súlyos szövődményekkel járó betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek listájának és a hozzáférhetőségének a beszűkítésén is gondolkodnak. Hát ezek után megkérdezném, hogy milyen áremelésekkel, adminisztratív elképzelésekkel, intézkedésekkel kívánják tovább nehezíteni az orvos kollégák gyógyító munkáját és a betegek hozzáférését a gyógyszerekhez a következő hónapokban. Tisztelettel várom válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr, és megadom a szót Halász János államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Valóban többször kérdezett már ebben a témában, ezért engedje meg, hogy hagy tisztázzak valamit. Úgy látom, egyetértünk abban, hogy a magyar egészségügyben rendet kell csinálni, csak azt nem értem, képviselő úr, hogy pont ön veti ezt a mi szemünkre. Emlékszik-e arra, hogyan szavazott ön a szocialista reformokra? Remélem, nem felejtette el. Ön akkor a fizetés egészségügyre szavazott, megszavazta 2006. decemberében a vizitdíjat, megszavazta ön a kórházi napi díjat is, és emlékeztetném képviselő urat, hogy 2007 elején ön végig asszisztálta a gyógyszertámogatások drasztikus csökkentését. A betegterhek akkor olyan jelentősen emelkedtek, mint azóta sohasem. Ugye arra is emlékszik, hogy mi lett a szocialista reformok sorsa, káosz, vagyonvesztés, kórházi bezárások és a közbizalom szétzilálása lett annak az eredménye, amit önök tettek. Tisztelt képviselő úr, az önök árreformjával ellentétben a Nemzeti Együttműködés kormányának legfontosabb célkitűzései közé tartozik a betegek minőségi és megfizethető gyógyszerellátásának fenntartása. Mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt években drasztikusan nőtt államadóságunk csökkentése érdekében fontos intézkedésekre van szükség. A gyógyszertámogatási rendszer átalakításának a kiadások csökkentése mellett legfőbb célja új, hatékony és átlátható rendszer létrehozása, és ennek eredményeként a rendszerben lévő belső tartalékok feltárása és felszabadítása. Kiemelten fontos, hogy mindeközben a betegek megfelelő színvonalú ellátása továbbra is biztosított legyen. A gyógyszertámogatási rendszer átalakítására vonatkozó első lépések kialakításakor figyelembe vettük, és figyelembevételre kerültek a rendszer jelenlegi alapvetései, hogy azok összességében minden szereplőt arányos és elviselhető mértékig terheljenek, és azonos minőségi szinten legyen fenntartható a betegek ellátása. Ha megengedi, majd folytatom a válaszomat a következő egy percben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy perces viszontválasz illeti meg a képviselő urat. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Hát nem gondoltam volna, hogy én nekem egyszemében ilyen óriási hatásom lett volna vagy lenne, hogy amit én úgymond mindent elrontottam az elmúlt X esztendőben, úgy önök ezt folytatják, sőt, mi több még tovább is tudják fejleszteni. Ugyanakkor, hogyha ön elolvassa a szemmelweis tervet, abban egyértelműen benne van, hogy a szabad orvosválasztást is korlátozni akarják éppen a fizetősi tétel formájában, és szó se volt annak idején fizetős egészségügyről, sőt, mi több, egy egészségügyi bizottságülés pont azért kellett félbeszakítani, mert jó magam kiálltam amellett, hogy a kiskórházakkal is kötelezően kössön szerződést az egészségbiztosítási pénztár. Úgyhogy államtitkár úr, kinn a folyosón megbeszéltük már, hogy nagyon sok mindent nem szavaztam én meg annak idején, és legalább annyira aprítottam azt a rendszert, amikor a betegekkel szembe ment számos esetben. Többek között például a korbás rendelettel is szembe mentem, diplomamunkámat erről írtam. De ugyanakkor azt mondom, hogy ami akkor rossz volt, önök most megpróbálják folytatni, illetve hát ön matematikus, akkor azt mondom, hogy négyzetre emelni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy perces viszont válasz illeti meg az államtitkár urat is. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót. Ahogy telik az idő, egyre több a szocialista ellenálló, úgy látom a frakcióban. Képviselő úr, nagyon szomorú, hogy nem csak ön szavazta meg a fizetős egészségügyet és amit mondtam, hanem az egész kormánytöbbség megszavazta akkor. Hogyha önt ez megnyugtatja, akkor legyen, de azt hiszem, hogy nem érdemes ellenállóként küzdenie, hiszen valóban minden olyan alapkérdést, ami tönkretette a magyar egészségügyet, ön is támogatott itt a Gyurcsány kormány idején.
De mondok valamit, amit csak ön mondott itt a házban 2009. decemberében. Azt mondta, úgy gondolom, hogy amikor elvárjuk a kormányzattól a felelősségteljes hatékony kormányzást és az egészségügy működési feltételeinek biztosítását, kérhetjük, hangsúlyozom, ezt a szót alkalmazom, kérhetjük az ellenzéktől a felelősségteljes ellenzéki magatartást. Képviselő úr, legyen már hű a szavaihoz és viselkedjen így. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim, ezzel az azonnali kérdések végére értünk. Áttérünk a kérdésekre. Gőgös Zoltán, az MSZP képviselője kérdést kíván feltenni a közigazgatás és igazságügyi miniszternek. Meddig folytatódik a tisztogatás a földhivataloknál címe? Gőgös Zoltán képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm, elnök úr, a szót, tisztelt államtitkár asszony. Annak ellenére, hogy az Alkotmánybíróság 2011. február 15-én kelt határozatában megszüntette azt a kormányzati lehetőséget, hogy indoklás nélkül köztisztviselőket és kormánytisztviselőket bocsássanak el. Ez a gyakorlat, ez május 31-éig folyamatosan zajlott, még utolsó napon is nagyon sok kormánytisztviselőt mentettek fel indoklás nélkül, és azóta is viszonylag egyszerű módszerekkel tudják ezt megtenni. Az indokolta a kérdésemet, hogy itt még májusi, tehát látszik a dátumon, hogy nem teljesen friss dologról van szó, és ezért is vannak benne kérdéseim, hogy a 20 körzeti, pontosabban a megyei földhivatalok közül, a 20 megyei földhivatalnál 16 esetben váltották le az első számú vezetőt, és a 124 körzeti földhivatal esetében is 30 fő vezetőváltás történt. Azt szeretném megkérdezni, hogy azóta történtek-e újabb elbocsátások. Az biztos, hogy más területeken igen, mert Pest megye például a törvény hatályba lépés előtt utolsó napon küldtek el 12 falugazdást, hogy megvannak-e azok a végzettségek az új vezetőknél, amik mondjuk egy földhivatali munkához kellenek, és a mai nap történése miatt még egy kérdésem van, mire nyilván nem biztos, hogy tud államtitkár asszony válaszolni, de majd akkor ezt írásba itt a nyár folyamán meg tudja válaszolni, hogy itt a nagy nemzeti konzultáció sikerpropaganda jegyében az elbocsátott köztisztviselők közül hány volt védett korban? Köszönöm szépen, és szeretném a választ. Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Szabó Erika államtitkárasszonynak. Parancsoljon, államtitkárasszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt képviselő úr. Tisztogatás nem volt a földhivatalokban, és máshol sem, sem a központi, sem a területi közigazgatásban, tehát nincs mit folytatni, és ehhez engedje meg, hogy néhány számadatot is mondjak önnek. Tavaly július 6-a és 2011. május 31 között a 68.150 fős kormánytisztviselői állományból mindössze 3.296 fő került felmentésre. Ez a teljes állomány 5%-a, ami nem haladta meg a korábbi így 2008-2009-es évek felmentéseinek a számát, tehát ahhoz képest, hogy kormányváltás volt, ez a szám nem emelkedett a korábbi változásokhoz képest, vagy korábbi számokhoz képest, és ebből a 3.296 főből is 698-an előrehozott öregségi nyugdíj miatt kerültek felmentésre, és a 40 éves szolgálati időre való tekintettel 352-en kérték a felmentésüket, tehát még kevesebb az a szám, akik indokolás nélküli felmentéssel mentek el a kormánytisztviselői állományból. Tehát az a minősítés, amit képviselő úr megfogalmazott, az a számadatokból nem derül ki, és megalapozatlannak minősül. A földhivatalok vonatkozásában pedig mindössze 32 földhivatali kormánytisztviselőnek szűnt meg a közszolgálati jogviszonya, ebből valóban 16 fő volt vezető és 16 fő nem vezető kormánytisztviselő. Ez mindösszesen 8%-ét jelenti a földhivataloknál dolgozó 4000 főnek. Köszönöm szépen, államtitkárasszony. Bana Tibor, a Jobbik képviselője kérdést kíván feltenni a nemzetgazdasági miniszternek. Megvalósul-e a Vádpor-Pác térségébe tervezett reptéri beruházás címmel? Bana Tibor képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr.
A Vát és Porpác közé tervezett, több mint 100 milliárd forint értékű beruházás közvetlenül több száz, az odatelepülő logisztikai központ és ipari park pedig közvetve több ezer munkahelyet is teremthetne. A legóvatosabb becslések szerint is legalább 2000 munkahely sorsáról van szó. A beruházás megvalósulása ennek ellenére továbbra is kérdéses, miközben a vasmegyeiek nem kapnak tájékoztatást arról, hol akadt el a projekt megvalósítása. A reptéri beruházással kapcsolatos első hírek 2005-ben láttak napvilágot. 2006-ban alakult meg a Sziaport Kft. Azzal a céllal, hogy a nyugat-magyarországi régióban kereskedelmi forgalomra alkalmas repülőteret alakítson ki. A szóban forgó Kft. Feladata lett, hogy a két településen rendezett jogviszonyokat alakítsanak ki a nemzetközi kargóreptér létesítéséhez. A projekttől eleinte idegenkedtek az emberek, ám a Sziaport Kft. Munkatársainak sikerült meggyőzniük a váti és porpáci lakosok nagy részét arról, hogy ez a beruházás számukra a zajhatásokon kívül csak előnyökkel járhat. A Vasmegyei Közgyűlés kormánypárti képviselői többször megfordultak Kínában. Hazaérkezésükkor mindig pozitívan nyilatkoztak a projekt alakulásáról. Fellegi miniszter úr azonban még a kínai kormányfő június végi látogatását követően sem nyilatkozott egyértelműen a projekttel kapcsolatban. Szavai szerint a helyszínről még nincs végleges döntés. Sajtóértesülések szerint a kormány Mezőköves térségébe vinni a beruházást. Kovács Ferenc vasmegyei közgyűlési elnök ezzel szemben kijelentette, előkészítettsége alapján szerinte a vasi reptérprojekt áll legközelebb a megvalósításhoz. Nyugtalanító ugyanakkor, hogy a kormány nem kommunikál a Szavária Airport beruházást előkészítő céggel. Tisztelt államtitkár úr, kérem Önt, adjon választ arra, hogy mi áll a döntés folyamatos halasztásának hátterében. Kérem államtitkár urat, hogy minden rendelkezésére álló információt osszon meg a vasiakkal, hiszen a több ezer munkahely megvalósulása és a térség kiemelt logisztikai szerepe évtizedekre meghatározhatja megyénk sorsát. Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr. A válaszadást a Cséfalvai Zoltán államtitkár urat kérem föl, megadom a szót államtitkár. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Valóban egy nagyon komoly és fontos beruházásról van szó, éppen ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium külgazdaságért felelős államtitkársága a kormányváltás óta folyamatosan tárgyal az érintettekkel a tervezett repülőtér megvalósítása érdekében. Nos, a tárgyalások viszonylag előre haladottak, egy kínai cég jelentkezett kivitelezőnek, de magába a finanszírozásba már nem venne részt. A projekt megvalósításához kínai bankok nyújtanának hitelt abban az esetben, ha a magyar kormány garanciát vállal a hitel visszafizetésére. A kínai fél egyúttal egy magyar beruházót is keres, aki a hitelt felvenné, akivel az együttműködésbe megvalósíthatná ezt a fejlesztést. Ugyanakkor további probléma, csak hogy jelezem a problémák sorát, hogy a reptér használatára vonatkozó garanciát a kínai partner nem tud nyújtani, ennek hiányában pedig kérdéses, hogy a beruházás valóban megtérül-e a magyar félnek. Tehát amint látható, nagyon sok kérdőjel kíséri még ezt a beruházást. Említette, hogy egy 2005 óta folyamatosan fennállnak ezek a bizonytalanságok. A legutolsó információkat, ezeket közöltem az előbb, a kínai kivitelezővel és a finanszírozás megvalósításával kapcsolatban is szintén további bizonytalanságokat jeleznek, és mindaddig, amíg ezek a bizonytalanságok fennállnak a kínai fél részéről, addig nem lehet magáról a projektről sem mélyebben nyilatkozni, és nyilvánvalóan a kormány sem tud ebben tovább lépni. Én úgy gondolom, hogy azért, ami az elmúlt héten lezajlott a kínai-magyar kapcsolatok elmélyülésével, előbb-utóbb ezen a téren is változás fog majd hozni. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt képviselőtársaim, Pálfi István, a Keresztény Demokrata Néppárt képviselője kérdést kíván feltenni a Nemzeti Erőforrás Miniszternek. A mozgóképről szóló 2004. évi második törvény, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 115. törvény módosítása következtében hogyan alakul a végrehajtás, megvalósítás folyamata, mikortól várható a nagyközönség számára is elérhető digitális, kulturális tartalmak hozzáférése, hogyan történik majd a frissen keletkező, vagy még nem rögzített alkotások digitalizációja, a projekt keretében milyen beruházások, mely régiókban, korábban szó volt ugyanis Ózdról, mint befogadó helyszínről,
valósulnak meg, és nem utolsó sorban rendelkezésre áll-e majd mindenhez elegendő költségvetési és más, például uniós pályázati forrás címmel. Pálffy István képviselőre illeti a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Nem akartam megtornáztatni, de hát szokott ez önnek menni, úgyhogy ez remek volt. Köszönöm szépen. Egy kis adminisztrációs hiba volt, elnézését kérem. Tisztelt államtitkár úr, nagyjából egy évvel ezelőtt lehetett először hallani a Nemzeti Kulturális Digitalizációs és Logisztikai Központról. A parlamenti munkát figyelőknek mondom, hogy ez a központ egy olyan gyűjtemény volna, amely a magyar kultúrkincset gyűjti, rendszerezi, tárolja, és a bemutatásáról gondoskodik, digitális formában a közönség és a kutatás számára hozzáférhetővé teszi. A javaslatban a megvalósítás helyszíneként Ózd városa szerepelt. A napokban, mint a Kulturális Bizottság alelnöke Ózdon jártam és megnéztem, a tervek szerint a digitalizációs központ helyszínéül szolgáló volt vasgyárad, és hogy képviselőtársaim is fogalmat alkossanak a dologról, itt mint egy 4 millió négyzetméter logisztikai és tároló területről van szó, tehát ez körülbelül 25 focipálya méretű, és egy olyan munkahelyről, jövendő munkahelyről, amely százával vonzaná a szakképzett fiatalokat. Az ózdi munkanélküliségi helyzetet ugye ismerjük, az országos foglalkoztatási adatok most jobbak, de az Ózd térségében még kevéssé érezteti hatását, és a miskolci és az egri informatikusoknak, humán szakosoknak tudna munkát adni. Államtitkár úr, tavaly novemberben megalakult a Nemzeti Kulturális Digitális Dokumentációs Klaszter, és mi is itt a parlamentben tettük egy lépést, amikor a digitális archívumról szóló törvényt elfogadtuk. Ezért kérdezem most államtitkár urat, hogy hogyan alakul a végrehajtás, változatlanul Ózdban gondolkodnak-e, a projekt keretében milyen beruházások valósulnak meg, hogyan lesz majd ehhez elegendő költségvetési vagy más, például uniós pályázati forrás. Tisztelt államtitkár úr, Óznak erre a beruházásra égető szüksége van, hosszú távon az egész térségnek, nem csak én, hanem a borsodi munka lehetőségekre figyelők is várják meg tisztelő válaszát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. A válaszra megadom a szót Halász János államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a tavalyi év végén hozta nyilvánosságra a digitális megújulás cselekvési tervét. Ez 2010-14 közötti időszakra vonatkozóan tartalmazza az információs társadalom nyújtotta előnyök hasznosítási szándékát, hangsúlyozom, nem csak a kultúra területén. A terv kiemelt célja a gazdasági versenyképesség és a fogyasztói jólét növelése mellett egy modern európai digitális nemzet megteremtése. Ezen belül kiemelt feladata a Magyar Nemzeti Digitális Archívum létrehozása. A MANDA, mert ez a rövidítése, mind költségvetési, mind pedig szakmai szempontból leghatékonyabban a Magyar Nemzeti Filmarchívum feladatkörének kibővítésével oldható meg. Az ön kérdésében is hivatkozott törvénymódosítások megteremtették a jogszabályi hátteret az új szervezeti struktúra kialakításához. A MANDA alapító okirata elkészült, a Magyar Államkincstár által történő törzskönyvi bejegyzése folyamatban van. Az idén a filmarchívum működésére korábban megállapított mintegy 200 millió forinton felül 180 millió forint költségvetési támogatás áll rendelkezésre a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtésére. Hasonló nagyságrendű költségvetési támogatással számolunk az elkövetkező években a folyamatos működés és a legszükségesebb fejlesztések biztosítására. A magyar kultúrkincs digitalizálására ez az összeg természetesen nem elegendő, ezért számítunk különféle pályázati, elsősorban uniós forrásokra is. Ezek felkutatására és elnyerésére a MANDA mellett működő Magyar Nemzeti Digitális Dokumentációs Klaszter közreműködésére építünk. A klasztert a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kulturális Államtitkárságának kezdeményezésére a nemzeti gyűjtemények hozták létre, hogy közösen segítsék elő a MANDA létrejöttét, és a munkánk során, ahogy ön is kérdezte, nem fogjuk elfelejteni Ózdot. Köszönöm szépen a kérdését. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Vágó Gábor az LMP képviselője kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek. Mi lesz a hajléktalan stratégiával címmel a kérdésre? A miniszterelnök úr megbízásából a téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező Rétei Miklós nemzeti erőforrás miniszter úr válaszol. Helyette Halász János államtitkár úr fog válaszolni. Megadom a szót Vágó Gábor képviselő úrnak. Parancsoljon!
Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr! Kérdésem az, hogy mi lesz a hajléktalan stratégiával. Tavaly ősszel, amikor a fideszes többség lehetőséget adott az önkormányzatoknak a legelesettebbek kriminalizálására, a teljesen értelmetlen hajléktalan adó kivetésére, többször is ígéret hangzott el a kormánypárti politikusoktól, hogy stratégiát dolgoz ki a kormányzat az egyre súlyosbodó hajléktalan kérdés megoldására. Sőt, maga a miniszterelnök kért fel több minisztériumot a stratégia kidolgozására. Eredmény eddig semmi. Egyetlen egy jó lépése volt eddig a kormányzatnak az ügyben, tapasztalati szakértőt vettek fel, hogy a hajléktalanok is képviselve legyenek a róluk szóló hosszú távú tervek kidolgozásában. Amikor azonban felemelte a szavát a szakértő, rögtön röpülnie kellett. Úgy tűnik, a kormányzatnak egyetlen terve van a hajléktalanokkal, szőnyeg alá söpörni a problémát. A legújabb kormánypárti beterjesztés teljesen világossá teszi, hogy a Fidesz szerint, aki a társadalom szélére szorult, az bűnöző. Kinek nincs semmi, az annyit is ér. Azzal, hogy többször lehet kivetni egyfél évben a hajléktalan adónak is nevezhető közterületen alvásért kirót szabálysértési bírságot, azzal végérvényesen a rendészeti kérdés keretébe helyezi a Fidesz az alapvetően szociális problémát. A Fidesz társadalom és gazdaságpolitikájának eredményeképpen a dolgozó szegények a társadalom szélére sodródnak. A szociális hálót, mely fölfogná a lecsúszást, leépíti a kormányzat. A kilakoltatások már elkezdődtek. Érdemi megoldás nem született a devizeitelesek problémájára sem. A szociális eszközkezelő szűk forrásai csupán alig pár száz családnak juttatnak fedelet a fejük fölé. Több tízezer családnak kell szembenéznie a hajléktalanság rémképével. A legelesettebbnek segítő kéz helyett hajléktalanadót és gumivót ütést ad a kormány. Sajnos a hajléktalanság egyre inkább súlyosabb probléma lesz az országban. Hol marad a stratégia, ami kezelhető keretbe helyezni az utcára szorulók problémáját? Várom válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr. Halász János államtitkár úr fog válaszolni, megadom a szót, államtitkár úr, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Önt hallgatva a szabaddemokraták legrosszabb pillanatai jutnak az eszembe. Kérem képviselő urat, hogy nyugodjon meg, próbáljon meg visszatérni a világ végét idéző vízióiból a valóságba. Amit ön állít, abból semmi sem igaz. Higgye el, akkor érünk célt, ha sikerül kialakítanunk az együttműködést. Nézze meg, ön pontosan úgy beszél, mint az önök liberális elődei, ahogy ők beszéltek az elmúlt 8 évben, és mi lett ennek az eredménye? Semmi nem vezetett sehová. Képviselő úr, a Nemzeti Együttműködés kormánya ezzel szemben 2011. januárjára elkészített egy intézkedési tervet. Az ebben szereplő feladatok kiegészítése, egyeztetése zajlik most, a közeljövőben válik véglegessé. A nyár végén indul a hajléktalan emberek foglalkoztathatóságának növelését és foglalkoztatását elősegítő program. Szintén a közeljövőben indul az önálló lakhatás megteremtését támogató programunk. Ez folytatása annak a pályázatnak, melynek során eddig közel 1000 hajléktalan ember jutott lakhatási támogatáshoz. Fontos eleme ezen túl a pályázatnak a hajléktalan emberek számára lakhatást nyújtó intézmények átalakításának támogatása. Ez olyan kisebb beruházásokat jelent, melyek révén páros elhelyezésre lehetőséget adó szobák kialakítására, a nagy hálótermek felszámolása, az intim szféra megteremtésére lehetőséget adó szobák kialakítása érhető el. Tisztelt képviselő úr! Remélem sikerült megnyugtatnom önt, hiszen ezen intézkedések révén tényleges és megfigyelhető változás érhető el a közterületen élők helyzetében, ha ők is úgy akarják. Kérem, fogadja el válaszomat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Nagy Csaba, a Fidesz képviselője, kérdést kíván feltenni a Nemzeti Erőforrás Miniszternek a Kodály Központ 50 millió forintja címmel. Nagy Csaba képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr. A Pécs 2010 Európa Kultúráros Fővárosa program keretén belül megvalósult beruházások során a nagyközönség birtokba vehette a Kodály Zoltán koncert és konferencia központként elnevezett épületet. A Kodály Központ megnyitásával új fejezet kezdődött Magyarország kulturális életében, hiszen a központ kulturális tevékenysége nem csak a város, hanem a nemzetközi környezet számára is kiemelt jelentőségű. A Pécsváros által vállalt fenntartói és üzemeltetői feladatok ugyanakkor természetesen jelentős többletkötelezettségekkel is járnak Pécsváros számára,
Ennek elismeréseképpen az előző kulturális kormányzattal lefolytatott tárgyalások után ígéret született a központ nemzeti költségvetési támogatására havi 25 millió forint összegben. A 2010 évi tervezett 2 hónapos időszakra az országgyűlés 2010 évi költségvetésben elkülönítetten 50 millió forintot szerepeltetett az intézmény számára. Pécsváros polgármestere levélben fordult Szőcs Géza államtitkár úrhoz, hogy az 50 millió forintos összeg rendelkezésre bocsájtásának ügyében intézkedni szíveskedjen. 2011. áprilisában Pécsváros azt a választ kapta a Nemzeti Erőforrás Minisztertől, hogy a 2010. március 31-én az Oktatási és Kulturális Minisztérium háttérintézménye a Hungarofest Kft. Között a Kodály Központ 2010-11 évi az LKF program keretében megvalósuló kulturális programjainak finanszírozására kötött szerződésben vállalt kötelezettségének a minisztérium az egyéb célra, nevezetesen a Kodály Központ 2010. novemberében és decemberére vonatkozó havi működési üzemeltetési költségeinek támogatására lekötött forrás felhasználásával tett eleget. Kérdéseim a következők. Miként fordulhatott elő, hogy Pécs megyei jogváros önkormányzata nem kapta meg a Kodály Központ működési költségeire a 2010 évre vonatkozó elkülönített forrást? Miként fordulhatott elő, hogy az előző szocialista kormány Oktatási és Kulturális Minisztériuma egy a saját háttérintézményével kötött programfinanszírozásra vonatkozó szerződéses kötelezettség fedezetére használta fel a működésre szánt költségvetési támogatást? Várom válaszát, államtitkár úr. Köszönöm szépen, képviselő úr, a válaszra Halász János államtitkár úr fog következni, akinek ezennel megadom a szót, parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. A szocialista kormány Oktatási és Kulturális Minisztérium, ahogy ön is mondta, 2010-ben a Pécsi Konferencia és Koncertközpont egyéb működési célú támogatások és kiadások céljára a költségvetési törvény törvényben 55 millió forintot határozott meg. Ami ámpány után ott levasolta, a Isten Szocialistáknak volt, nem volt pont az Európa és Futurálós Fővárosa program. Ezért ez költségvetési tégvet fogad támogatást, hogy mindenkori Magisztéri Konfécsi Szöjfőrendszer és Kontpont közt ez 2010-11 és Futurálmilyen program támogatására hatását használt fel. Az Európa és Futurálós Fővár 2010 és orosz programhoz kazatolódó csorokban működ, a költési költségek programfinanszírozás kihasználása hatását. Megnek lőe feleltók en az MKM 2010-11-es harcult egyet 30-es szerdikén kötődés. Töttött ez a kezdedik letiszt programjévé igazatlan sorozolított bonyongaró hunk nem professzorzatét, de ez rendelben én szerint nomző károfitével FT. Támogatási szertás és erzőn számú ügyeszékben megartatette a támasztatott támogató programáját, amely a programjai programsor művét a tanászeti döntés dönlapja se alatt létrejöttre. Fent a fentag beírt megállapot alapított az alapítozó szógyal és szeggyűlbizt általatot ösített szege a Péton Ficsikusz és Rendszert koncert a Szporfesz Hungarofit Knoprokin keráftétül ezt zárásra lehetett csökkent tégmért megbent a kap és kodális kultúramok programra forradtott. Szóval, hogy fordul ez úgy adódulhat, hogy az előről is szociálnak maták nem volt, nem fontos, hogy az egész az ügy készül. De ne pont kezd és sospenes épp fordul ezért adódulhat elő az, hogy én az idő az új nyitécsében terv Bon közkött működtetés, mely óra valóás váltásra, én hogy remélem tudunk zentősen közül dolgozni, együtt dolgozni, segít se fog tenni fogja a cseti Pécsét és a perekje embereztetését az ügyei szemes. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szépen államkár. Stavós kémás előfisor az ő úr, még emeszel képvédőjek, van fest kibenni a területi nemzeti fejleményési nextem. Mi, ha kivárható 2011-es menhevet hallja úrtáló szalújnak felsábításban, mely lesz fejlőbetés más cím, a Mátóst Fisker úr elő szó. Elélét fékésév nem veszett melőzően felszáll a konkrét kérdés kérdések. Itt száll a kisnyú, ami egy náltak 36-es utca, mint 30-as útármas hely, nagy éles akarai szanszai meg, az korabből szegben milyen vonul múlmenű végek átfékeznek 2011-ben zenetben. Füze a fényi kösebb organ körfor egemtól tartik pezet a bevont etú és időkésében is nem fel milyen tartadat oldan a torg elnök meg ezben az őben. Még az időkor előző kormány időzi ebben a szakák mellett egy gyanítős jelentek össze a és a füzes magbony szaklásra az történik történt idén az évvég munkasizé. Ugyanis a gyöngytér nyugatrülő elkerélbe út feladta marad, mikor már korvá folytató fesantatályek inaktébe tettében terv, hogy is megberül kikerült az út. Van hadségtér, és miében új felváltási belátótói láthat előn belül. A négy, ami egy szántakjú út érdezülődön reklőt, a 25-20-7-0 mónapesben Balasbélon attól,